Kellemes délutánt kívánok minden kedves nézőnek, üdvözöllek titeket az EU LCS utolsó előtti játékhetén, amikor már komoly az összecsapás a playoffba való bejutásért, már az első mérkőzésünkön is, hiszen a Splice a Vitality csapatával fog megküzdeni, kommentátor társam pedig ebben a BO3-as szériában Buci lesz majd. Szia Nono, én is üdvözlök minden kedves nézőt, és pontosan ahogy te is kiemelted, a playoff már nagyon-nagyon fontos. Ugye pontokat és győzelmeket kell szerezni, de közben nézzük meg, hogy hogyan néz ki a két csoportnak a felállása. G2 veretlenül vezeti az A csoportot, őt követi a Misfits, talán ők már majdhogy nem biztosan az első, illetve a második helyen fognak tanyázni. A G2-nak 3 darab vesztes mérkőzés kell kb. Ahhoz, hogy valahol is a Misfits-el még versenybe szálljon, míg a Unicorns of Love a B csoportot vezeti, az H2K rögtön egy pont lemaradással követi őt, illetve a Splice-nak még bőven van esélye akár az első, akár a második helyre is felérni. A Vitality-nek... visszaesni, és pont vissza. A mostani ellenfelük, a Vitality az, aki hát közelebb lögdösheti őket a szakadékhoz. Uh-huh. Ugye tudjuk, hogy az első 3 csapat fog tovább jutni a rájátszásban minden egyes csoportból, kiemelve pedig az első helyezettek lesznek, és akkor lássuk, hogy mi az áprilisi menetrendünk még. Uh-huh. Ugye látjuk, hogy ott lesz még az EOSCS 10. hete, az első szombat és vasárnapi hétvégén, utána viszont promóciós torna és rájátszás felváltva, csütörtök pénteken promóciós torna, ott játszanak majd a kieső és a feljutó csapatok a Challenger Series-ből, valamint az európai LCS-ből, nagyon komoly 5 darab mérkőzésre várunk, és emellett pedig zajlani fog folyamatosan a rájátszás az európai LCS legjobb csapataival, köztük a Unicorns of Love-val, aki jelenleg első helyes, tehát azonnal elődöntőből fogja megkezdeni a párharcot, ami jó, hogy közel vannak a döntőhöz, ami rossz, hogy kevesebb közvetítés napon láthatjuk őket. Mondjuk ugye ehhez azért még meg kell nyerniük pár mérkőzést a héten, illetve a jövő héten. Az H2K-t már megvert? Igen, és ugye majd jön még egy Vitality, illetve Splice az majd a jövő héten, tehát a jövő héten 2 darab Unicorns of Love mérkőzés is lesz. Ezen a héten pedig majd pénteken fognak játszani, de nézzük is meg akkor a heti menetrendet. Ugye mai napon Splice, illetve Vitality, utána pedig G2 Giants mérkőzés, pénteken Rocket Misfits, Orihan, Unicorns of Love, szombaton pedig H2K, Vitality, Fnatic, Giants. Hát a Giantsnek nagyon nehéz helyzete van, én úgy gondolom. Ugyanis a Rocket utáni elvesztett mérkőzés miatt a Rocket konkrétan tényleg följöhet még akár a playoff helyre is. Mert a Rocket és a Fnatic rettentő szorosan állnak ugye a saját csoportjukba. És a Fnatic abszolút verhető. Abszolút, igen. Ez így van. Broxát kiszedett a játékból, és megnyerted a meccset. Nagyjából ez az ellenszere a Fnatic. És az a legviccesebb, ugye, hogy pont Broxát veszett ki a játékból, aki most jött a Challenger Series-ből, és váltotta Amazing-et. Tehát, hogy így wow, és pont őt kell kiszedni a játékból, eléggé komoly problémák vannak. Illetve ugye a Fnaticnél megint csak edzőváltás volt. Tehát már a nem tudom, 3. edzőváltás mióta Taylor elment. Igen, és fogyasztják rendesen. Abszolút. Na most az első mérkőzésünkön pont, hogy ugye elkezdtük beszélni, hogy Vitality Splice, a Vitality-nek 3-0-át kéne hozni ezen a héten, illetve a jövő héten, tehát az összes hátralevő mérkőzéseket meg kéne nyerni ahhoz, hogy bejussanak a playoffba. És ebben van egy Unicorns of Love is. Ez így van. Tehát H2K, Unicorns of Love, és most ugye a Splice, rettentő nehéz hármas felállás, de én úgy gondolom, hogy bízzunk a Vitality-ben legalább annyiban, hogy most visszatérhet Iodi a támogató pozícióba. De Hácsán sokkal jobb volt, nem is értem, hogy miért kellett őt leváltani. Lehet, hogy a Lulu jobban fekszik neki, aki most meta. Ezt tudom csak elképzelni. Ugye van már Lulu meccse Éodinak egyetlen egy, az is vesztes mérkőzés, és ezért a Vitality-nál ez gyakoribb, hogy veszítenek. Mondjuk Hácsáninak is pontosan egy Lulu meccse van, és az is szintén vesztes mérkőzés. Igen, de lehet, hogy jobban kezeli ezt a hőst. Hát meglátjuk, hogy érkezik-e egyetlen Lulu választás, vagy ki lesz tiltva. Azért mindenképpen várom azt, hogy akár 2, akár 3 mérkőzésünk lesz, mindegyiken ott szerepel majd Lulu, vagy a tiltási, vagy a választási fázisban. Uh-huh. Nem hiszem, hogy őt át lehet engedni, el lehet felejteni. És akkor beszéljünk még egy kicsit a Gragas választásról. Mind a két dzsungeles előszeretettel hozza, de van még egy ember, aki előszeretettel választja ezt, és jól is teljesít vele. Őt pedig úgy hívják, hogy Kabosárd, akit sosem szabad elfelejteni, hogyha a csapatáról beszélünk. Ha már Kabosárdot felemlítetted, akkor egyébként meg kell emlékeznünk Olafról, aki
nem tért vissza a múlt héten a metába, viszont mi nagyon várnánk Darciggal, illetve talán így a csapat is, hogy visszajöjjön Olaf, akár a dzsungelbe, akár a felsősvényre, ugyanis pont Kábosárót emeltük ki, aki már kétszer elhozta a felsősvényre, igaz, nem túl sok sikerrel, de attól függetlenül egy olyan választás lehet, ami akár ellenválasztásként elhozhatja a Splice dzsungelese ellen ugye ezt a hőst, aki ugye nem más, mint Olaf. És egyébként Joko is nagyon szereti ezt a hőst, ötször játszotta már a dzsungelben, tehát akár visszatérhet most, hogy kicsit változott ugye a frissítés miatt a kulcsmesterségek, talán az új kulcsmesterség hasznos lehet számára, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz most a Vitality-nek ez a három mérkőzés, és tényleg ott van a győzelmi kényszer, és talán ez lehet az, ami egy picit nyomást gyakorolhat az ő játékukra, hogy győzelmi kényszerben vannak, tehát muszáj minden mérkőzést megnyerniük ahhoz, hogy a playoffba jussanak, és melyik csapat nem szeretne a playoffba jutni, tehát szerintem nincs ilyen. Igen, mondjuk én tudok olyan csapatra, aki szerintem örülne annak is, ha benn maradna az LCS-ben. Én is. De ne térjünk ki most rájuk. Az biztos, hogy nagyon nehéz dolga lesz a Vitality-nek ebben a BO3-as szériában. A Splice-t egy meccsen is nagyon nehéz megfogni, és nem tudom, láttátok esetleg azt a statisztikai ábrát, hogy télen, és, vagyis hogy nyáron és most tavasszal hogyan teljesítettek, és egyértelműen látszott, hogy ők a szezon végére állnak össze úgy isten igazán, és most be lehet kezdeni az alapszakasz utolsó pár mérkőzését jól megnyomni, utána pedig akkor a rájátszásban be lehet mutatni, hogy mire képesek. A rájátszás azért már egy másik téma lesz, ott már BO5-ös szériában játszanak a csapatok. Igen. Több mérkőzésen, több stratégiai lehetőség, az edzőknek is sokkal nagyobb befolyása lesz a mérkőzésekre, mint BO3-ban, és pláne, mint BO1-ben. Pontosan, és én úgy gondolom, hogy Yamato Cannon erre teljes mértékben fel van készülve. Ha valaki, Splice-nak, akkor ő biztos. Ő tuti. Te nem csak jól öltözködik, hanem a konkrét taktikákat is meg tudja mondani a csapatának. És azért, hogyha ténylegesen csak a száraz statisztikát és a számokat nézzük, akkor azért a Splice-nak nagyobb esélye van, de nézzük meg, kik játszanak a Vitality-nál. Kabosárt felsősvény, Joko, Dzsungel, Nyugdák középsősvényen, illetve Steelback és Hachani párosa lesz. Majd az alsősvény, tehát nincs csere, nem jön vissza AOD. A Loli Sports oldal fals információt adott számunkra, ezek szerint ott AOD-t nevezték meg kezdő embernek. De ha Hachani van, azt már sokkal jobban megértem, nagyon jó teljesítményt nyújtott Tamkencsel is, és egyébként is. Viszont nézzük, kik az ellenfelek. Ott van Wunder a felsősvényen, Trashy dzsungelben, Senkák, Skobi, valamint Miki. Ez a Splice kezdő ötöse és az agy, a rugók mozgatója, a minden szalmaszálat megmozgató Yamato Cannon. Igen, aki egyedül megpróbálja visszahozni a garbót a divatba, vagy legalábbis szeretné, hogyha újra elterjedt lenne ez a viselet. Igen, tudod, ki az, akinek ez tetszik? Ki? Howard Wolowitz. Igen, jó, oké, igen, azt tudom, mert hogy Tanának nem tetszik, azt is tudom, tehát hogy igazából így akkor egy pro, illetve egy kontrát is tudtunk mondani. Viszont szépen lassan érkezünk a választási és tiltási fázisba. A zene is megérkezett. Vitality kék oldalon, míg a Splice piros oldalon kezd. És nagyon-nagyon érdekes lesz, én úgy gondolom. Kapasárban nagyon sokat beszélgettünk, de hogy ott van Wunder vele szembe az ösvényen, aki temérdek mennyiségű, olyan egyedi hőst tud elhozni a felső ösvényre, mint például egy Fizz, egy hibrid építésű Fizz. Van egy kis AP-ja, van egy kis AD-ja, remekül működött a múlt héten, vagy akár egy Scion, amit tegnap Pécset láthattunk a döntőbe, tehát van választás. Hol láttunk meg Scion-t? Az LCK-ben támogató pozícióban négyszeres gyilkosát, azaz Quadra Killt tudott elhozni, és meg is nyerte ezt a mérkőzést az MVP csapata. És ha már tiltásoknál tartunk meg, hogy Kabosárra mennyire figyelni kell, két tiltás is érkezik ellene a felső ösvényre, de mondhatjuk azt, hogy flexibilis tiltás az Olaf, hiszen ő Jokóhoz is érkezhetett volna. A Vitality inkább marad a meta karaktereknél, Kemil, Malza, valamint Rengar a tiltólistán. Graves fért még oda Joko tiltását. Mondhatjuk azt, hogy másfél-másfél tiltás felső ösvényre és dzsungelbe. Lulut, és ahogy azt vártuk, igen. Lulu mindenképpen egy remek választás az alsó ösvényre, ténylegesen nagyon sokat tud hozzátenni a csapathoz, illetve védekezni is nagyon jól tud vele. Trashy Elise-ezni fog, ő már játszotta régen is ezt a hőst, illetve most, hogy kibővült egy picit a dzsungel meta, abszolút érthető, hogy jön a Pók királynő, ismételten majd a gubókkal kezdeményezni, és ha már kezdeményezésről beszélünk, akkor Kobinál is ott lesz egy kristálynyilvessző, egy varázslatos kristálynyilvessző még hozzá, amivel szintén
egy olyan lövészt hozott el a Splice játékosa, amivel kezdeményezni tökéletesen lehet. Joko rugdosódni fog, vagy rugdalózót vásárolt magának. A gyereknek is kéne egy jó, hogy ugye? Mondod. Na, hát kérdezz csak engem is, akkor ilyen információkat, illetve ilyen gondolatokat úgyis behozok. Úgyis te foglalkozol beszerzéssel, nem? Jó, oké, okay, jó. Tehát ő Lee Sin-nál fog jönni, míg a Vladimir, én azt gondolnám, hogy középső ösvényre érkezik. Egyetlen főleg Orianna választásán. Minden egyes mérkőzésen, ahol Vladimir van, szinte Orianna az ellenfél. Láttunk olyat már, hogy Orianna villan be toronnyal a Vladimir ellen, de általában fordítva gyakoribb. És akkor én tudod, kit szeretnék még látni? Persze. Mármint, hogy például Vladimir ellen. Régen egyébként, amikor Vladimir nagyon meta volt a középső ösvényen. Egyrészt, de hogy nem volt rossz választás például rá Cassiopeia. Amennyiben kikerülted, illetve kihoztad a vérmedencét Vladimirból, onnantól kezdve Cassiopeiával, ahogyha betalál a mérgezés, meg lehet fogni pont azért, mert oké, okay, visszatölti az életét, de te meg folyamatosan lemélegfogazod. Nagyon kíváncsi leszek majd, hogy Orianna hogy teljesít majd ellene, és a Fizz tiltás pedig én úgy gondolom, hogy érthető Wunder ellen. Kabasátnak továbbra is nagyon félnek, Joko már választott magának, ellene fölösleges tiltani, ezért a felső ösvényre még kidobják Shent és Renektont. Igazából bennmaradt még egy Rumble, aki talán metábbnak mondható, fiorázni lehet, poppizni, de ezek nem biztos, hogy annyira jók, de Gragas is kitiltva, nagyon egy nehéz. Jó Trundle-t. Volt már egy mérkőzés a Kabasárnak Trundle-lel, és megnyerte vele azt a meccset. Tudod, mit várnék tőle? Hmm? Egy OD Hybrid Echo-t. Wow. LCK-ben volt a héten, és én úgy érzem, hogy Kabasárd az, aki simán elhozhatná. Jó. Benne van. És karmatiltás. Én tőle egyébként várom a jó szereplést, ugyanis szerintem Kabó picit alul teljesít, vagy legalábbis én többet várnék tőle. Na most Kennen ellen viszont jöhet majd a hívás. Tudja a Vitality, hogy na, ő érkezik. Például akár. Kíváncsi vagyok. Ugye ez egy AD-Kennen lesz, tehát váltott ösvénytalásra készül Wunder. Tudja nagyon jó, hogy Kabosárnak ez a fő stratégiája, ebben ő a legjobb. Lucian! Akit egyébként Darciga beszéltünk is, hogy várjuk, és várhattuk is. Nautilus pedig megérkezik a felső ösvényre, így beáldozza kicsit magát Kabosárd megint. Azt mondja, hogy jó, váltott ösvénytalás, nem hiszem, hogy hadvezér Nautilus látunk, de Pedig tudjuk, Nono, a vezérzászló győzelmet jelent. Tehát aki vesz egy vezérzászlót, annak már könyvelhetjük jóformán az 1-0-át. Múlt héten volt olyan, hogy két vezérzászlót egy csapatban, meg is volt egy győzelem. Atya úr, én akkor már lehet, hogy 2 pontot adnék annak a csapatnak, és akkor már rögtön BO3-as szériában már is kettő. Hát figyelj, láttunk már 4 meccses BO3-as szériát, illetve akkor most már legyen egy 1 meccses BO3. 2 vezérzászlóval megnyered a meccset, akkor tiéd a pont. Természetesen ez csak vicc, de megvannak már így a csapat felállások. Végül Miki volt, aki hozott egy thresht, tehát ő is a kezdeményezések nagymestere lesz. Jóformán a Splice-nál, hogyha Wunder váltott ösvénytől, akkor attól függetlenül mind a másik 4 karakter képes olyan kezdeményezésre, illetve elkapásra, amire bőven lehet építeni egy CC láncolatot, egy mozgáskorlátozó képességeknek a láncolatát. Míg azért a másik oldalról inkább én azt gondolom, hogy az egyemberes elkapásokban lesznek valamilyen szinten jó, illetve amint Vladimirnak a sebzése, illetve a kicsi tankossága megérkezik, akkor azért ő egy csapatharcban is meglehetősen jó lehet. És ki fog égetni? Én már egyébként letettem erről, tehát igen, tehát hogy elmentem, meditáltam egy kicsit, és azt mondtam, hogy mostantól kezdve szeretem a Vladimirokat, nem égetnek már ki. Egyszerűen csak jó látni azt, hogy 0 HP-ról egyszer csak max HP-n így a kedves barátunk. És már megváltás is. És azt mondja, hogy kiszívom a véletet. És kiszívja. Tehát transfúzió, méghozzá kritikus, kellően sokat sebez és kellően sokat gyógyít. Még jó, hogy már nem vesznek szellemarcot, mert ugye? Akkor aztán pláne. Viszont tudod, mit lehet még Thresh-sel csinálni? Baron Nashort lopni, ahogy ezt az MVP csapatában szintén Koreában meg is tették már. Támogató pozícióból Baron Nashort lopni azért nem kis teljesítmény. Hillisan 2, vagy nem tudom. Hillisan Bloodball. Igen. És ha már Medlife-nál tartunk, fogjuk hamarosan látni pontosan őt is, hiszen a Promotional Series-ben Észak-Amerikában fogjuk látni őt, meg másik régi ismerősöket is, például csak, hogy egy nagyobb nevet említsek, Santorin
megint csak fel fog tűnni a képernyőn, érdemes lesz velünk tartani az észak-amerikai promotional ideje alatt is, ami jövő hét péntektől jövő hét vasárnapig éjszakánként fog zajlani. Pénteken és szombaton természetesen az LCS után, az európai LCS után, vasárnap pedig az NLCS idejében, akkor is tartsatok velünk, ne felejtsetek el ide kattintani a Magyar LOL TV Twitch csatornájára, de Facebookra ugye, úgyis minden kikerül. És ezen a héten Észak-Amerikában kiderül majd az is, hogy melyik két csapat lesz az a 9.-10. helyen, akik majd a Gold Coin-nal, akik a Challenger Series nyerték meg, illetve az E-United-del, akik a második helyen lettek, fognak majd megmérkőzni egy ilyen double elimination-be, tehát lesz felsőág, alsóág, kettő darab győzelem kell egyébként ahhoz, hát hogy valaki... Hát a vigaszágas rendszer, igen, aki így jobban ismeri. Ugye kettő darab győzelem kell ahhoz, hogy valaki az LCS-be jusson, illetve kettő darab elvesztett mérkőzés után le is eshetnek az LCS-ből. Wow, Miki nem gyenge. Igen, nyúzással kezdett, úgyhogy neki a passzívja, az e-passzívja, a nyúzás passzívja egy erősített alaptámadással. Hát megmutatta a Hachanin, hogy mire is képes, mennyit is sebez, és így a YTT csapata elég jelentős hátrányból fogja megkezdeni az ösvényfázist. Még szerencsé, hogy Hachanin ezt a sortizet kikerülte. Abszolút, és megint csak jó egyébként a húzás, meg a nyúzás is. A pajzs viszont Mikita annál rosszabb, később jönnek Hachanitól ezek a képességek. Ezek szerint mégis az, ő az AOD-val szemben, aki valószínűleg jobban használja ezt a Lulu karaktert. Eddig nem mutatta meg. És amit várhattuk, a felsősvényen Wunder harci szenvedéllyel jön. Szép megint a nyúzás, Steelback kezdeményezett. Ami talán érdekesebb, kicsit, hogy harci szenvedélye van, uh-huh, és aratás. És aratás, abszolút. Megszoktuk, hogy Doran pengével kezdenek a Kennenek, mert miért ne? Viszont egy zavartalan ösvényfázis a felső ösvényen talán gyorsabban össze tudja majd gyűjteni a jelzőket, főleg mint lövész pozícióban. Természetesen. Tehát akinek azért pajzsa lesz, tehát lesebezni talán nem fogja tudni kellőképpen, főleg, hogy romlás itala is van az eszköztárában Nautilusnak. Viszont ha visszatér, és nagyon hamar befejezi a tolvaj súranót, akkor Kennennek nem sok esélye lesz egy Nautilus-szel szemben az ösvényen. Olyan szép ez az effekt, ugye? Kobi rápillantott az északi dzsungelére a Vitality-nek, és ez az effekt nekem kicsit a tűzijátékot, vagy a tűzijátékra emlékeztet, én pedig nagy kedvelője vagyok ennek a látványosságnak. Ennek a pénzbazarlásnak, ami augusztus 20-án megy. Jó, nem akarok erre mindegy, hogy mikor megy, csak nem nagyon szeretem. Ó, nagyon szép közben a halás ítélet Hachanira, aki megint csak későn használja kicsit a pajzsát, de nyilván több aranyat fog tudni bezsebelni a piszkálódásból. Tresi pedig tolvajkodik egy kicsit, valamit talán sikerült is elhoznia. A vörös szeder hátra viszont csújtása nem lesz már Jokunak, ja ez már nincs is meg neki, pláne hiszen rajta van. De a gólemeknél is problémás a szituáció. És ez köszönhető volt egyébként Kobinnak a felderítésének, hogy ennyire agresszívan jöhetett. Szép közben a lopkodás, de hát van, ha mondani igaz, egy lámpás, illetve azaz az ingyen taxi. Pécset nem volt ingyen a taxi, itt viszont az. Tehát abszolút jó a Splice-nak ez a játéka. És láttuk egyébként a Kolosszust mellettett Freshnia, hogy azért ő is rendelkezik majd így egy bónusz kis pajzsal. Ha van benne kurázsi, fogalmazzunk ki. Abszolút. Ha már érdekes kezdések, az aratásról már beszéltünk, viszont Vladimir az, aki pecsétgyűrűvel kezdett, uh-huh, ami azt jelenti, hogy ő arra számít, hogy elég sok gyilkosságban benne lesz. Ez két dolgot jelenthet, vagy Joko jelenlétét a középső ösvényen, vagy pedig azt, hogy ő bóklászni szeretne ideje korán. Mondjuk azt egy Oriannával megtenni, hát nagyon nehéz lesz. Abszolút jó lehet neki azért az ösvény fázisban. Szép közben Senkaxnak a cseréje, a diszonancia meglehetősen sokat sebzett, és folyamatosan próbálja zónázni nyugdákat, és erre tökéletesen jó választás egy Orianna, hogy ne tudjon túlságosan közel érkezni, így a vérdagályt nem nagyon tudja kihasználni, ugye a robbantását valamilyen szinten villannia és égetnie kell majd nyugdáknak ahhoz, hogy egy jót kezdeményezzen. Szép a csúszás közben Steelback-től, így a nyugzás pedig Hachanira, Mikitől. Elég offenzív az ösvényen a Splice alsó ösvény párosa, és ezt minden lehetőség meg is van megtenni. A piszkálódás rendben van, és Mikinek a folyamatos piszkálódásai, mondjuk azt kezdeményezései sorra találnak. Uh-huh. A teleportját pedig Kennennek kell kihasználni, miután visszatér a reflexia az eszköztárban, a második pecsétgyűrű pedig elkészül ezúttal a Kabosárnál. Ez így van, most itt ért haza egyébként Freshy is,
és elkezdi építeni a Runa vízhang kiegészítést, szint úgy a bónusz rálátást biztosító dzsungeles sújtására, amit ugye Joko is megvett, ez neki, mint Lee Sin, abszolút egy hasznos tárgy, felső ösvényen pedig egy kis bónusz támadási sebesség a visszacsapó íjnak köszönhetően. Undernek már ez is megvan, és látjuk, hogy azért dominálni tudja ezt a felső ösvényt, talán ezt is vártuk Kennentől, és már 50 darab jelző ott is van az alatáson. Csak csapatharcban elég haszontalan ez a Kennen, inkább a vásárolás. Az a baj, hogy végig kell állni azt a csapatharcot. Ugye a régi Kennennel berobbantál, meg volt a bőrsebzésed, de mióta átalakították ugye a forgatagot, azóta sajnos végig kell állnod az egész csapatot ahhoz, hogy kijöjjön normálisan a sebzése ennek a képességnek. Igazából ennek mostantól a sebzése nem lényeg, igen, a kábítás része annál fontosabb, és ez azért nagyon jó, miközben látjuk Trashi teljesítményét az első 4 hétben és a második 4 hétben, látjuk, hogy ő fejlődésen ment keresztül, de ezt a Splice-ról egyébként is elmondhatjuk, hogy gyengécskén kezdik a szezont, viszont a végére egyre erősebbek és erősebbek lesznek, tehát ez azért nagyon jó a kompozícióba ez a Kennen, mert ott van egy Trash, akinek a doboz képessége szinte nullára lassít. És hogyha ebben benne vagy, bemész még a forgatagba, valamint ott van még az Orianna végső képesség a vonzás hullám, ez az összességében már jó lehet. Itt pedig látjuk, hogy milyen sebzése van Wundernek Kabosárda a végső képességéből, nem sok. A Kabosárda találó kábítás pedig már csak ilyen menekülésre, illetve biztonságra tökéletesen jó volt ez a végső képesség is. Kabosárda volt, aki agresszívan kezdeményezett az ultiával, amire kellett válaszolni a Wundernek, viszont ő is, hogyha összegyűjti a jelzőket, akkor folyamatosan akár kábítás alatt tudja tartani Kabosár Nautilusát, aki inkább megint csak az ösvényfázisra koncentrált, hazatérte után még egy pecsétgyűrűt is vásárolt. Trashi elkezdi ezt a sárkányt, és hogyha el tudja hozni, bár itt van egyébként Joko az alsó ösvényen, de hogyha el tudja hozni ezt vakon a Splice. Márpedig miért ne? És ami érdekes, hogy a Vitality csapatára nagyobb győzelmi szavazatok érkeztek a Twitteren, hiszen 56%-ban a twitterezők azt mondják, hogy ezt a Vitality csapata fogja megnyerni. Statisztikailag ez természetesen szinte lehetetlen, fogalmazzunk így. Viszont azért a francia csapatnak hát elég közkedvelt csapatról beszélünk, hiába a Splice megjárta a világbajnokságot és kvázi meglepetés csapatként teljesítettek tavaly nyáron. Mégsem tudnak akkora fanbázist maguk mögött, mint például a Vitality. Ez így van. Ezt meg is értem. És letaszított király kardja jön majd Wunderhez felső ösvényre, és Bill Jolter is szabját vásárolt közben, Steelback is, méghozzá Lucianre. Befejezni a dzsungelesek még nem tudták az első sújtást adó tárgyukat, de látjuk, hogy már nem sok idő ez a Jokónak, illetve Trashinek, akik 6-os szintűek, ez inkább Jokónál kulcsfontosságú, ugyanígy már a sárkány dühe, azaz a rugása elérhető, sokkal nagyobb potencia van most Lee Sinbe, de azt se felejtsük, hogy Trashinek viszont még nagyon nagy a sebzése, hasonlóan ugye két olyan dzsungelesről beszélünk, akinek az játék korai szakasz a kedvező, hogy a sebzést nézünk, vagy sebzés ügyileg, nem is véletlen, hogy jönnek itt a felső ösvényre. Hát, próbálnak toronnyal érkezni és első tornyot elhozni a Splice játékosai. Rálátás viszont van, úgyhogy pontosan tudja azt a Vitality csapata, hogy Trashi itt van a közelben. Ezt még el lehet takarítani éppenséggel, de a végig csak most mutatják meg magukat, érkezni nem lehet. Talán még Newdeck az, aki csatlakozhatna itt a torony védelembe. Nautilus pedig végső képességgel bármikor kezdeményezhet, de a tornyot mindenképpen sikerül megvédeni fél életerőn, így időt veszít a Splice csapata, bár aranyelőnyük már így is majdnem 1000, és rendelkeznek egy sárkány erősítéssel. A teleportok pedig a torony védelembe jó. Ó, lehet, hogy többre is. Wunder végső képessége szép. Kabosár nem. Nagyon szép a villanás, a vasmacska így nem talál, Kabosár pedig ahogy jött, mehet is. Pontosan elég sok sebzést kapott Kabosár, és Wundernek azért az életereje, illetve a visszatölthető itókája már pörög, mindkettő töltetet lenyomta, és Vampir Jogarból pedig majd tud még saját magának életerőt visszaszerezni. Hachani és Joko. Tudod, milyen nagyon érdekes? Igen. Arról beszéltünk, hogy Nautilus, ha megvásárolja magának a tolvaj surranót, akkor nem lesz Kennennek esély az ösvényen. Ennek ellenére ő a kísértett kámra felé lépett ki. Cipő semmi, felejtsük el. Páncélzat semmi, nincs rá szükségünk.
Itt pedig Jokoék, hát ilyen tessék-lássék módon védekeznek. De az első tornyot a Splice csapatot tudja megszerezni, tovább növelik aranyelőnyöket. Alapvetően a Splice-nak a játék korai szakasza sikeresebb szokott lenni. De három a Vitality. Ezért ennyire erősen nem, de a Vitality ellen Hachari nem tud hazamenni. És pont, és jön a CC-lok, először a gubó, majd utána a halálos ítélet. Jó volt a kristálynyilvessző, az utolsó utáni pillanatban sikerült még elkapni ezt a lulut. És akkor így már nem is 3000, hanem 4000 arany különbségről beszélünk. Tehát azért ennyire durván nem akartam kiderni, hogy ennyire jó lenne a Splice-nak a korai játéka, de hogyha két csapatot nézzük, és a például az első gyilkosságok, vagy az első tornyok arányát, akkor sokkal magasabb százalékban hozza el a Splice az első tornyokat például, illetve az arany előnye van általában a 15. percben átlagosan. A Splice-nak még arany hátránya szokott lenni a Vitality-nek, de természetesen nem ekkora, ez most egy nagyon jó rajt a Splice-tól. Oké, és abszolút. Oké, és nem feedeltek el senkit jóformán, viszont hogyha most folyamatosan jól tudnak forogni, jól tudják a tornyokat elhozni, szép közben a toboz és a lámpás használat, így viszont Kábosárot szeretnék megfogni. Egy nyúzás távolságban van Kábosár, Wunder pedig kábítani fog tudni, érkezik is a sebzés, kábítás pedig kijön, jól használta képességeit, és itt pedig a bombo kombo. És Wunder az, aki végül elhozza a gyilkosságot, itt nem volt kérdés. Jött mészárolni a Splice csapata. És ugye az a bombo kombo, amit te is kiemeltél. Ó, az még hátra van, annál lesz még nagyobb is. De ő szépen belehúzta ugye a dobozba, és közben pörgött folyamatosan. Kennen ultia, a második tornyot pedig a Splice tudja elhozni. Erre azért szeretne válaszolni. A Vitality is fog kette tudni. Szintűvel pedig erre válasz a Splice csapata. Megint lépés előnyben vannak. Srácok, sietni kéne. De már késésben vagytok, de nem kicsit. És igazából, hogyha egyedül kijön ide Kábosárd, akkor megint csak az ő élete van veszélyben. Főleg, hogy kezdeményezése Kobinak még van, a kristály nyilvessző elérhető. A torony viszont dől, és így kialakul a lassan 5000-es aranykülönbség. Tehát egyfolytában beszélünk arra 3, már 4, már 5. És mennyi persze lehetek? 2, 3? Ráadásul Kennen az, aki az első 10 percben a minionok több mint 95%-át el tudta hozni, ami piszok jó arány. Alapvetően is Wunder több aranyat szokott szerezni percenként, mint Kábosárd. A kezdeményezés... Kétszer akkora farm. Most ez... De már nem tud mit csinálni szegény Kábosárd, tehát hogy egyrészt már azzal a Nautilusszal meg volt lőve a játék nagyon korai szakasz a Kennen ellen. Utána ugye a rossz forgás miatt még meg is halt az alsó ösvényen. Persze ehhez kellett egy nagyon jó Splice kezdeményezés. Igazából Wunder volt nagyon nagy bajban a teleportja után, csak szép volt a villanás. Ennyi. Ezzel szemben nem volt lehetősége jót villantni Kábosárnak, hiszen többen érkeztek rá, és a villanását hiába használta ki. Amit pedig látunk, hogy Vladimir protoövvel kezdett, ez volt az első kész tárgya. Erre Morellon, amikonnal fog természetesen Orianna válaszolni, olcsó tárt, és remekül tudja kihasználni ennek passzív képességét. Jaj, itt pedig, baba. Hát igen. Elis ráesik a lámpásra, de korai és volt. Jön el. Egyrészt korai is volt, másrészt pedig ugye úgy akarta, hogy a lámpás útvonalában valahogy igen. Kapja el az a hanghullám thresh-it. Azért megmenekült. Az hát persze. Joko nem most jött le a falvédőről. Azért az ilyen dolgokat szeretném nem, megjátszani. De ahogy láttam thresh-i sem. Nyugdek pedig kapja a sebzést, nincs túl sok lehetősége védekezni Senkaksszal szemben, hiszen itt van. Thresh-i ugyanúgy, rálátást ebben a pillanatban biztosított Joko, arra, amit egyébként is látott a Vitality csapata. Hatalmas hátrányba kerültek, és ez egy dolog, hogy az ösvényfázisban alapból is azt számoljuk, hogy veszítenek, mert Kennennek vernie kell Nautilust, ez teljesen egyértelmű. Legalábbis addig a pillanatig, amíg nem kész lehet olvasolnom, de ezt már nem is fogja kiépíteni egyébként. Szép közben a medence. Tehát nem fogja kiépíteni magának Nautilus, mert most már nem az a prioritás. Mert régen vége az ösvényfázisnak. Az, hogy elsők ilyen simán nyerték az alsó ösvényt, az egy kicsit talán meglepő, de ha már így sikerült, a játék későbbi szakaszában és a csapatharcokban egyértelműen erősebb lesz a Spice kompozíciója. Steelback azért szépen farmol Lucian-nál, viszont még ő se fejezte be a letaszított király kardját, nem úgy, mint Kobe, akinek ez a tárgy már megvan. Egyre több ilyen kardot láthatunk majd ugye a kis átalakítás miatt, ami múlt héten érkezett. Talán ez az egy hét. Ezért
én úgy gondolom, hogy ma már lehetnek azért a jó, különlegesebb választások. Ezt az egy hetet szoktuk kb. Belőni, hogy körülbelül annyi azért kell az LCS játékosoknak, hogy kigyakorolják be, kipróbálják az újdonságokat. Na tessék, és ha már kitértünk arra, hogy most extra jó Wunder, az első 15 percben a legnagyobb aranymennyiség, amivel rendelkezik. És a farm mennyiség. Hát ez egy itt arany is. Csé mennyiség, és nem cségó. És nem is 1.6. Ha nem szorsz. Nem, tehát ennyi farmal még nem rendelkezett felső ösvényes az első 15 percben. És hogyha már elkitérünk, miközben nagyon szép Jokóra a halálsítélet, majd utána a kristály nyilvesztő hiába ugrik be, megszerzi magának a Splice ezt a hegy sárkányt, majd meg is hal Jokó és Hachani, kettő gyilkosság, még a Splice javára. Nem is értem, hogy erre miért jöttek be. Értem, hogy hegy sárkány, de semmi pozíciójuk nem volt. Nautilus elkezdte a teleportját, ahogy Wunder is egyébként mind a ketten. És valószínűleg megszakította Wunder. Azért egy gyilkosság még ott van. A Splice oldalra sikerül elkapni Steelbacket. Na meg utána nyugdekot is még Wunder. Nem, ez mészárlás. Kérlek szépen, Vitality, van még 3,5 percetek. Sorhúsz és játszunk még egyet, nézzük meg, hogy valami más kompozíciót össze tudtok-e hozni. Ennek már nincs értelme. Ez egy nagyon-nagyon elnyújtott, hosszú küzdelem, ami majd, hogy nem ázba torkollott. Ez egy gyilkosság a vége. Kábosár egyedül élte túl. Ő is csak azért, mert valószínűleg megszakították a teleportját. Hát vagy ő szakította meg, mert tudta azt, hogyha oda jön, akkor valószínűleg ő is csak halál fia lenne. Miközben ő nem szeretne azért ilyen ingyen gyilkosságokat a Splice-nak adni. 4-2-vel szemben a toronyállás, 0-6 a gyilkosságok állása a Splice-nak. Az arany elnyőjére pedig már ne is nagyon beszéljünk szerintem. Középső ösvényre jön a varázstörés mindkét játékosnál. Pontosabban a mindkét Splice-os játékosnál, Jungle-be, illetve Oriannához. Kísértő állarcot, ezt meg is tudták vásárolni, és az utolsó esély pontosan, ami Wundernél ott van. Ez jó lehet egyébként abszolút, én úgy persze, gondolom, persze, ez a bónusz, most ez a két tárgy az, amire szüksége van egy ADK-nek, mert az egyik bónusz varázssebzést okoz mindegyes alaptámadásra, a másik pedig bónusz fizikális sebzést, ugye az egyik a letesztett királykartja, a másik pedig az utolsó esély. És támadás sebessége van, egyfolytában jönnek az alaptámadások, csak az utolsó esélyből bónusz 40 sebzést kap varázssebzés formájában, így azonnal mondjuk azt, hogy mixed a sebzése, tehát ilyen kevert sebzés, mind fizikai, mind pedig mágikus, mindent pedig nem fog tudni levédeni, főleg úgy, hogy azért ez a Kennenről beszélünk, és mindegyes alaptámadása, ami elég gyorsan jön, és kábít is, nincs lehetőséged reagálni erre, egy újabb toronyjáhozatalára pedig. A Splice benevez, kettesszintű torny már csak a középső osztályban, tehát ösvényen van Splice csapatának. Nyugdekre jó a kezdeményezés a halálos ítélet formájában. Mikitől a végső képességben is sikerül kivillani, Senkax talán ott hagyhatja a fogát, de nem. Megjön még a segítség, Jokónak annyi a letesztett király kardja, majd Kobe be is tudja fejezni, Kabosard még a buliban, az nem sebez haver, de ez már igen, S2-s gyilkosságot tud elhozni. Ha lenne 20. perc, mondanám, hogy ez baronna sor, de ott még nem tartunk. Még így viszont, feladni sem tudja a Vitality. Így viszont kettes színű tornyot fog hozni, méghozzá az utolsót, pontosan a Splice. Ez könnyen meg is tehetik, ugyanis van egy hegysárkányok bónusz sebzésük, azért már van, nézd meg. Olyan, mintha a Baron Nashorral hoznák ezt a tornyot körülbelül. Vagy még gyorsabb. Vagy akár még gyorsabban, pontosan. Hát mindenki tud alaptámadásokkal operálni, mind Orianna, mind Cannon, mind pedig ugye Kobe. És ez így nem csak hogy kettes színű tornyok, hanem bizony már. És az a nem mindegy, hogy ugye a Splice csapata olyan kompozíciót hozott, ami csapatharcban bitang jó a Wombo kombóval, a játék korai szakaszában nagyon jó a Kennennel, valamint az Elise Jungle-lel. Későbbiekben ugye ott a Wombo kombó, amiről beszéltem, tehát csapatharcban is jó. Ráadásul váltott ösvénytársra is alkalmasak. Ugye itt az volt az elképzelés a Vitality-től, hogy befogják egy harapófogóba a Splice-osokat. Csak közben elkapták nyugdakot. Tehát, hogy így... Nem jött össze, maradjunk annyiban. Villannia kell Mikinek, viszont így nincs meg a gyilkosság, így nincs meg az első gyilkosság sem. A Vitality-nél megérte ezt az idéző képességet elhasználni. A Rift, pontosabban a szurdok hírnöke pedig megunta a banánt. Most majd a Vitality-seknek kell lenni, hogy egy kicsit felfrissüljenek, és a sok-sok cukor, ugye, igen, tehát a két mes között az a leggyakoribb LCS. Hát kajszi-majszi. Hát mint a teniszben. Mondhatjuk. Innen is mondhatjuk, hogy e-sportról beszélünk, hogyha már ennyi, ilyen vonatkozásokat ennyi. Is szerencsé, hogy nem úgy pontozunk itt a... az teljesen kiégett. Igen, tehát jobban, mint Vladimir. Miért? Nem tudom, olyan fura ez a pontozási rendszerük.
Egy 15-30-40 és vége. És egál, és akkor ott... Tehát, hogy adogatás, minden. Ezért brékelés van, minden ilyenek. Jó, de brékelni, igazából én Fenyő Mikivel akarok brékelni valami jó kis rock and roll számra. Ugye a brék, hát... Csavart fel a szőnyeget előbb. Jó, jó. Hát mondjuk a leragasztott patlószőnyeget nem tudom felcsavarni. Vagy legalábbis nem biztos, hogy örülnének itt az emberek. Hogy elviszed kimosatni, kitisztítatni. Jó, jó, oké. És nem, itt nem fogom felcsavarni a szőnyeget. Viszont a Splice felcsavarja konkrétan a pályát a Vitality-re. Egyelőre nem tud semmiben reagálni a Vitality. Nem elég tankos, még se kabosát, se nyugdák. Viszont Miki már kezd tankosodni, lesz majd neki légiója, van már neki Rubin kristálya, még valószínűleg akár egy plusz gyógyítást is akár vásárolhat a kristályos karvértből. Nehéz, nehéz most a Vitality-nek, és annyira nagy az előnye a Splice-nak, hogy nem kell itt csapatharcot nyerni. Rálátás? Semmi, hát nem is mozdulhat ki konkrétan a Vitality. Hát 7 tornya van a Splice-nak, középsősvény nyitott. Ez egy annyira egyszerű és ingyen baronna sor, hogy nem, ha ebből nem hoznak még egy inhibitort, igen, sajnos ezt is ki kell jelenteni, hogy ez most a Splice-nak abszolút egy easy mérkőzés. Természetesen nem szabad beírni utána a chatbe, hogy easy, mert nem az, tehát hogy semmi mérkőzés nem akkor megy easy. Akkor megy, akkor biztos. De hogy egyelőre ez most azt nekik nézd. Nagyon-nagyon műkszik. Az első 4 hét és a második 4 hét. Hatalmas különbség már csak az aranyállásban is. Joko be, majd ki. Ennyi volt. Tehát amíg most plusz 6000 is volt a 30. perc környékén az átlagjuk, addig az első hetekben mínusz 4000. Rengeteget fejlődött megint a Splice csapata. Nem tudom, hogy Yamato Kanonnak eddig tartott kitalálni a megfelelő stratégiákat, és az első 4 hét. Eddig első 4 hét az bemelegítés volt, maradjunk annyiba a Splice-tól. Nézd meg, inhibitor közben váltott ösvénytolással, az inhibitor torony itt is mindjárt megvan a baronna sorral. Nincs válasza Wunderre a Vitality csapatának, akin mondanám azt, hogy a jégkalapács majd készül rajta, de valószínűleg nem fogja tudni befejezni a harmadik tárgyát, mert addigra befejezi a mérkőzést. Joko, hol vagy? Mit keresel ott? A Splice csapata be is fejezne, hogy gyorsan nyugdek is bemegy. Jön a Lulf végső képességre, de mintha nem is jött volna. Hát Csánynak még villannia kell, hogy valahogy kijöjjön a halálos ítélet mellé megy. Wunder pedig gyilkosságot hoz a Nexus tornyok alatt. Steelback még valószínűleg be fogja tudni fejezni. A gyógyítását is ugyan ki kell használnia. Wunder már nem fog tudni fordulni, a leteszített király kardját sem tudja már használni, mert elhasználta. Ez jó. És nem hiszem el. Steelback nem tud. És nézd meg, visszafordul Wunder, ezért hal meg, de amúgy el tudott volna jönni. A gyilkosság így is megvan, a mérkőzés pedig a Vinionok, valamint Miki és Kobi tudják befejezni a 24. perc kellős közepén. Tudod, miért volt jó az, hogy Steelback ennyire ment előre? Legalább egy gyilkossága a Vitality-nek. Ez az egy. 1-13. Igen, ezt a meccset nagyon-nagyon gyorsan el kell felejteni a Vitality-nek. Szerintem már el is felejtették. Annyira nem voltak itt most semmiben helyzetben, se fejben, se partiban nem volt most a Vitality a Splice-szal, hogy ezt most formatálni kell ezt a mérkőzést, illetve a fejekben is egy akkora rendet kell rakni, hogy jó srácok, most a következő meccsre úgy ülünk oda, mint hogyha nem is történt volna első mérkőzés. Nem érdekel azt, hogy látom ott azt az egyest a Splice előtt. Hát meg a teljesítménye a Vitality mellett. De most 10 perccel hamarabb fejezte be a mérkőzést a Splice, mint az átlagos mérkőzés ideje, az 34 perc körül van, ezzel szemben a Vitality-nek 37, tehát ők szeretik elhúzni, vagy el is tudják húzni ezeket a mérkőzéseket, hát ezt nem tudták. De még az se lett és volna se nekik jók egy ilyen bombó kombó ellen. Ez így van. Tehát oké, kikerülsz egy kezdeményezést, ott van még 3, és a bombó kombó, amiből nem kell semmit felhasználni ahhoz, hogy igazából véghez tud vinni a bombó kombót. Nem kell kezdeményezned belőle az ilyen képességekkel. Nem tudom, szerintem olyan egyszerű dolga volt ezen a mérkőzésen a Splice-nak, mint hogyha a Magyar LOL TV 5 tagjával ültek volna le egyet meccselni. Hát azért ebben azért vitatkoznék, mert lehet azért Darcik beindulna vágadott a felsősvén is. Azt mondod, hogy nehezebb lett volna, mint a Vitality-vel szemben? Hát lehet. Most na jó, ez nagyon nagy kérdés. Én azért azt mondom, hogy így Darcik szerintem elhoz egy-két gyilkosságot. Tudod? Steelback is elhozott egyet. Hát, de ha én leszek a lövészén, De milyen áron? Tehát, nem hogy tudom, ez ki az ugye? Áron. Én is azt szeretném kérdezni. Az a nagyobb probléma, hogy mi, na jó, mit tudok mondani most a Vitality-ről, hogy miben lehet a következő mérkőzésen jól
helytállniuk. Statisztikailag ők sokkal jobban örszemeznek, mint a Splice. Csak ezen a mérkőzésen egyszerűen lehetőségük nem volt örszemezni. De egyébként szerintem több örszemük volt lent. A probléma az volt, hogy 16. percen nem volt kettes szintű tornyuk. Se. Tehát a tornyokat helyettesítették, úgymond, ezek az őrszemek, és nem úgy tudták kihelyezni, hogy rálátást biztosítsanak a Splice számára, hanem amit egyébként a játék ezen részében látniuk kellene, azt tudták visszahozni őrszemekkel. Ez az igazán nagy probléma. Kaposrád ugye eddig 3 darab Nautilust hozott, amiből egy mérkőzést tudott megnyerni, majd ez volt a negyedik, marad a, hát akkor így most már 4-1-es mérlege ezzel a hőssel, nem feltétlen az ő stílusa. Arra gondolom, igen. Tehát, hogy nem feltétlenül az ő stílusa szerintem Nautilus, illetve... Meg egyébként a csapat harcos karakterek sem. Ő váltott a nösménytól, neki a kenel lett volna kiállt. Mint a Giacol, szeretne menni előre. Hentes. Tehát, hogy én azt mondom, hogy nagyon jól játszotta meg a Splice a tiltási fázist, jóformán lehetetlenítették Kábosárdot. Négy tiltás csak az ő oldalukról, és még azért kemény kijött a túloldáról is. Ennyi. Konkrétan nem nagyon volt olyan lehetőség, vagy választás a Kábosárnak, ami kényelmes lett volna. Én és azt mondom még mindig, volt. Hogy az Ekko jó lett volna nála, vagy a Fiora. Hát... igen, csak kockázatos mindkettő talán. Vagy legalábbis a Fiora mindenképpen kockázatos lett volna. Nautilus meg behozni a Kennelre. Hát még hogyha megveszi a tolvajs úranót, akkor még jó is lehetett volna akár. Volna, de soka volna, mert... Egyrészt igen, de cipője sem volt a meccs végéig. Igen, tehát... Alapcipője sem volt, nem, hogy még tolvas úranó. Attól a pillanattól kezdve ezt megvásárolni, hogy vége lett az ösvényfázisnak, nem volt értelme. Értem már, hogy utána miért a szellemarcot vásárolta, mert ott volt egy Elise, ott volt egy Orianna, és még mondjuk Thresh-nek a képességei is sebezgetnek. Tehát ez eddig rendben is van, meg Kennennek a képessége is nyilván májkus sebzést okoznak. Összességében ez nem rossz. Viszont az, hogy nézzük közben. Ugye ez a visszajátszás ez arról szól, hogy a Splice rettentő korán hívta meg az ösvényváltást. Ugye akkor megszoktuk talán azt, hogy amint az első tornyok dőlnek, akkor jöhet az ösvényváltás felső ösvény, alsó ösvény cserére. Viszont sokkal hamarabb hívott most egy ilyen hívást a Splice. És pont ezért egyébként, meg hogy Wunder meg tudta védeni az alsó ösvény tornyát, ezért ugye el tudták hozni az első tornyot, ezzel jóformán beindítva ténylegesen egy olyan hógolyót, egy olyan lavinát, amiből nem tudott kiállni egyszerűen. A Vitality elmosta, illetve hát ledózerolta őket a pályáról. Ez volt ugye az első torony, és onnantól kezdve jóformán nem volt megállás. Míg ugye Wundernek a teleportja nagyon szépen érkezett az alsó ösvényre, ez pedig ugye Hachani elkapása, Thresh pedig a villanás gubó kombóval folyamatosan ott tartja. És nagyjából egyébként minden itt kezdődött. Első torony, első gyilkosság, itt már majdnem 4000-es aranykülönbségről beszéltünk. Ezt olyan szépen végigörgette a Splice csapata, ahogy ezt a tankönyvekben előírják. Tehát hozd el a sárkányt, a pokoli is, a hegy sárkány is, még az is a kezükre játszott, hogy még megfelelő sárkányok is érkeztek ebből a szempontból. A sárkány kontrollja mondjuk alaphangon sokkal jobb a Splice-nak, mint a Vitality-nek. Átlagosan 0,7 sárkányt hoz el egy meccsen. És még rontottak ezen? Ezen még most bőven rontottak. A Splice pedig 1,3-at, tehát hogy azért az mérföldekkel jobb. És a Splice-é sem sok. Tehát ők is javítottak igen. A kettő sárkánnyal. Mondhatjuk, hogy azért, mert gyorsan befejezik a meccseket, ez nem lenne igaz. De itt a képernyőn talán látjátok is, hogy olyan cserét tud a Splice és a Vitality egymással, hogy két tornyot egyre cserél a Splice csapata, mert sokkal gyorsabb azért, mert ott van egy és megint sokkal gyorsabban érkeztek ki egyébként Mikiék. Tehát, hogy nagyon-nagyon jól forogtak, főleg a támogató lövész kettős. Iszonyat jó volt a hívás, illetve az elképzelés most Yamato Keron csapatától. Krepó meg egyébként iszonyat jól néz ki. Tehát ha persze, Krepó gyúr. Ja, de nem kicsit. Ahhoz képest, hogy nézett ki még Evil Genius-es időkben, ahhoz képest 10/10. Viszont szerintem zárjuk ezt rövidre. Nagyon szép volt a Splice kompozíciója, és ennek a megjátszása az 5 távolsági karakter a tornyokat úgy rombolta, mintha vajból lettek volna. Hamarosan érkezünk a második összecsapással. A Vitality-nek valami váratlant vagy újat kell hozni, mert ez így nagyon nem lesz jó. Sima 2-0, vagy 2-1-re fordít a Vitality? Meglátjuk. Maradjatok velünk!